Én Ancsi vagyok a brancsból, a mai videóban pedig megnézzük, hogy mihez kezdhetünk a bennünk élő kisördög folyamatos duruzsolásával. Azt gondolom mindenkinek ismerős, a vállán ülő jó és a rossz, a kisangyal és a kisördög. Mindig van egy hang a fejünkben, ami folyamatosan duruzsol, és mondja, 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 az ő saját jól bevált. Körmondatait, gondolatait. Most tegyük félre azt, amit a jó, a kis angyal mond, és foglalkozzunk az ördöggel, mert ő mindig jobban szeret piszkálódni, ő az, aki folyamatosan kétségbe von téged, és nézzük meg, hogy hogyan lehet lesöpörni, hogyan lehet eltüntetni, eltakarítani az útból. Számtalanszor mondunk magunknak, rossz, negatív dolgokat. Á, te úgyse vagy ráképes. képes. Ó, neked nem fog sikerülni. Fú, hát ma se nézel ki túl jól. Fű, deronda ronda vagy. Mármint, hogy én vagyok. Ezt, ezt halljuk odabent. Ezt mondjuk saját magunknak. Láttam egyszer egy nagyon érdekes kis filmet, amiben arra kérték az embereket, fiatalokat, hogy írják le, egy kis papírra, hogy mik azok a negatív gondolatok, amiket maguknak folyamatosan szajkóznak, hogy mi az első, ami beugrik. Mindenkinek nagyon könnyen mert nem hogy egyet, hanem egy egész litániát, egy egész listát tudtak írni arról, hogy mik azok a negatív gondolatok, azok a korlátozó tévhitek önmagukkal szemben, amiket folyamatosan súlykolnak saját magukba. Sokszor úgy, hogy ezt már észre sem veszik. Mind elég, elég bántó volt, és utána megkérték őket arra, hogy cseréljenek. Ezt, amit leírtak a papírra, mondják el a mellettük ülőnek, vagy a velük szemben állónak, és így lefagytak. I, így azt mondták, hogy á nem, hát a szó se lehet róla, hát miért, miért mondanék én neki olyat? És akkor magának miért mondasz olyat? Ha más embert, sokszor egy vad idegent, nem bántanál meg azzal szemtől szembe, hogy azt mond neki, hogy te, te sikertelen lúzer, vagy... Te hájas disznó, persze, hogy nem mondasz ilyet, akkor magadnak miért? Magadnak miért megy ez gond nélkül? Miért tudod így zsigerből lökni a hülyeséget saját magad felé? Hát nem pont magadra kellene a legjobban vigyázni. Nagyon-nagyon érdekes volt, és elgondolkodtató. Ne de nézzük, hogy lehet kiűzni a kis ördögöt. Nekem hogy sikerült. Az első, amivel szembe kellett néznem, az az, hogy ő van, él, létezik, él és virul, örömmel táplálom a hülye kis gondolatait. És ezt el kellett fogadnom. Szembe kellett nézek vele, hogy igen, én nagyon sokszor bántam magam hol okkal, hol ok nélkül, hol megszokásból. De ez így van. Aztán utána, amire folyamatosan figyeltem, az az volt, hogy ennek a tudásnak a birtokában, hogy én ilyet csinálok, megpróbáljam nyakon csípni a kis galádot, hogyha jön, a gondolataival, amiket így ping-ping-ping mondogat nekem, és így küldözgeti fel én hogy csú vagy, rusnya vagy, hát kinek mi. Nekem tudjátok, mi volt egyébként az, amivel én folyamatosan így presszionáltam magam? Az egyik az, hogy nem vagy ráképes, képes. Tehez kicsi vagy. Neked ez úgy sem menne. Ezt így vegyük egy kalap alá. Tehát bármit akartam elkezdeni, a kisördög erről mindig lebeszélt. Mondván, hogy te ehhez nem vagy elég jó. Hát hülye vagy olyan fába vágni a fejszédet, amiről garantálom az elején, hogy nem fog sikerülni. Tehát, hát a neked ennyi időd van, menjél csak, menjél. Én elengedlek, hát nem ragaszkodom én ahhoz, hogy szóval ilyenek. <laughs> Ez volt az egyik. A másik, az pedig a testemhez köthető. Nem igazán szerettem azt, ahogyan én kinézek, leginkább a lábaimat utáltam. De az élet lesöpörte innen ezt a kis ördögöt, mégpedig egy, igen, furahúzással, a motorbalesetünk után rajtam 52 öltés, és nagyon sok centi heg maradt vissza. Az én lábam minden, csak nem szép. De van. És én szeretem. Úgy szeretem, mint eddig soha. Mert nem volt biztos, hogy ezt a lábat meg tudják menteni. Annyira megroncsolódott és, és most, hogy elvisz A-ból B-be, és van nekem, hát kit érdekel, hogy hogy néz ki? Funkcióját teljesíti, és én ezért mérhetetlenül hálás vagyok. A sorsnak is, hogy ez így maradhatott, és a lábamnak is, hogy képes -e erre. Na, de térjünk vissza oda, hogy ha felismered, hogy jönnek ezek a gondolatok, akkor úgy tudom fogalmazni, hogy át kell alakuljon az agyad, vagy az elméd, mint egy szűrő. Engedni kell átcsorogni rajta, és nem eldugaszolni, mint egy, egy bosogató hogy hagyd teljen meg jó vízzel, hanem szépen engedni átfolyni ha ellenállsz és azt mondod, hogy nem, nem, nekem ilyen gondolataim nem lehetnek. Nem érted? Megmondta, nem lehetsz negatív, pozitív legyél. Nincsenek ilyen gondolatok. De vannak, lesznek, úgy is jönni fognak. Ne, ne állj ellen azzal, csak magadat csapod be. Próbáld meg megélni ezeket a gondolatokat, vagy érzéseket, hogyha érzések formájában törnek felszínre és, és utána utat engedni nekik. Nekem ez vált be, nekem ez volt hatásos módszer, hogy, hogy megpróbáltam átérezni, és utána, utána hagytam lecsillapodni, és, és, és úgy a sorok között elfolyni. Ezeket a, bántó és ártó szándékú gondolatokat és érzéseket. Aztán minél gyorsabban át tudod ezt magadon folyatni, annál kevésbé fognak egyébként megjelenni is. Aztán ami még hatásos lehet, az az ellenfél erősítése. Tehát valahogy jóba kerülni, a jó oldallal, azzal az oldallal, aki viszont a jót súgja, a pozitívat, aki megerősít téged. Ez pedig nekem úgy sikerült a legjobban növelni, hízlalni, fejleszteni, hogy elkezdtem másokat dicsérni. És azáltal, hogy másokat dicsértem, olyan gondolatmód és olyan szemlélet vált az uralkodóvá bennem, ami, ami a jó dolgokra fókuszál. Mert ahhoz, hogy észrevegyem, hogy jaj, milyen szép ma ez a zöld sál, vagy ó, más lett a körmöd, de klassz, vagy milyen szépen fejezted ki magad az előbb, tök mindegy mindenkiben van valami az adott pillanatban, amit pozitívként tudsz értékelni, amit ki tudsz emelni. És minél többet gyakorlod ezt, hogy másokban felfedezed a jót, a pozitívat, azt, ami dicséretre méltó, annál inkább rááll a gondolkodásod erre, és egy idő után magadba is elkezded egyre inkább azokat a dolgokat észrevenni, amik benned jók. És annak, hogyha te adsz egy dicséretet, előbb-utóbb az lesz a vége, hogy te is kapsz, neked is adnak pozitív visszajelzéseket. Minél több pozitív érkezik másoktól, az ugye megint csak hatással lesz rád, és azt az oldalt növeli, aki aki a jót közvetíti a ő kis hangjával. Ja, hát a, leg, hát a, leg, legnagyobb kérdés, majdnem kiadtam. Hogyan engedjem el? Hát ez olyan könnyű mondani. Engedd el. Hát, hogy átfoljon rajta. Hogy? Hát ezt mondjad nekem, hogy ezt hogy csináljam, ne azt, hogy Engedd átfolyatni rajta. Ezt mindenki tudja. Hogy, hogy legyek szűrő, ami átfolyik? Hogy legyek egy olyan? Na, hogy? Én azt mondom, ami nekem bevált. Jön az érzés, a gondolat, és fölteszek három kérdést. Az egyik az, hogy épít engem ez a gondolat? Vagy ez az érzés? Ha a válasz az, hogy nem, akkor miért akarok vele barátkozni, és hosszan jóba lenni? Egy. A következő kérdés. Mi történne, ha én nem ezt érezném? Hát akkor itt nagyon el kell gondolkozni, hogy... Uh Valószínűleg nem lennék olyan rosszul. Vagy ha nem ezt érezném, hanem a másik oldalt, akkor lehet, hogy megpróbálnék cselekedni. Vagy lehet, hogy bátrabb lennék. Lehet, hogy magabiztosabb lennék. Elégedett lennék én azzal. A harmadik pedig az, hogy kellemesen érzem én magam a gondolatnak a társaságában van az a pont, amikor igen. Amikor annyira be van valaki betonozva a negatív hiedelmeibe, és, és konkrétan a depresszió szélén lavírozik, hogy, hogy erre a kérdésre azt tudja mondani, hogy igen. Nekem ez a komfortos. nekem, nekem ez az életem. Ez vagyok én. Én ezekkel a gondolatokkal vagyok cirkuszi Ott szerintem már nem elég az, hogy majd én akkor önmagamat fejlesztem. Ott, ott megpróbálnék segítő szakemberekhez fordulni. Mert, mert az a pont szerintem az, ahonnan már nem biztos, hogy egyedül vissza tudod tornászni magad. De ha csak egy átlagos, mint én, a szomszédlány, vagy te is, és úgy próbálsz megküzdeni ezekkel a démonokkal, a kis akik mindig, mindig lejjebb akarnak téged nyomni, és arra sarkalnak, hogy leértékeld magad. Akkor szerintem ez egy jó módszer és elég. Nekem ezek segítettek, és még egy dolog. Kénytelen voltam megtanulni korán a leszarom finom művészetét. Az, hogy egyébként ki mit fog gondolni, ha én így vagy úgy cselekszem, az számomra nagyon-nagyon régóta nem, nem téma. Sokkal inkább magammal és a ördögömmel kellett küzdjek, és azt gondolom, nehezebb küzdelem is volt. Úgyhogy erre bíztatlak, hogy próbáld meg analizálni ezeket a gondolatokat. Akár gondolhatsz arra is, hogy mi miatt kerülhetnek ezek újra és újra felszínre, mi miatt jöhetnek. Ha már itt vannak, békülj ki velük, hogy ők jöttek. Nézd meg, hogy hogy érzed magad az ő társaságukban, és ha megállapítottad, hogy ez neked nem jó és nem kell, akkor engedd őket távozni. És erősítsd a másik oldalt, fordulj szeretettel és pozitivitással a világ felé, és a világ ezt vissza fogja adni neked. És az, ha mások visszajeleznek, annak mindig nagyobb ereje van, mintha te csak próbálod pozitív gondolatokkal megtölteni az elméd. Beszélünk erről is. De első körben szerintem, a visszacsatolások mindig erősebbek és mindig jobban táplálják a jó oldalt. Ennyit szerettem volna a kis ördög száműzéséről megosztani most veled. Ha tetszett a videó, is úgy gondolod, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, ha nem akarsz lemaradni ezekről a tartalmakról, és ha úgy érzed, hogy van olyan ember, akinek ez szintén segíthet, gyere és hívd meg, Legyünk együtt, és építsünk egy olyan brancsot, hová jó tartozni, ami, ami emelt téged, ami, ami megváltoztatja száz meg száz embernek a magához való viszonyát, a világhoz való hozzáállását, és ezáltal jobb helyét tesszük egy kicsit, ezt az egész világot. Mert a világnak most rá.